Tehát azért remélem azt, hogy senki nem teszi vita tárgyává. Megbukott a jogállam? Nem bukott 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 a jogállam? Az egészségügyi rendszerünk leromlása az súlyos konzekvenciákkal jár közelében. Neki miért? Elnézést kérek szépen. Még egyszer nyomatékosan szeretnék mindenkit kérni, hogy hallgassuk az előadót és a válaszát. No, október 23-a, 2006. október 23-áért, na náhogy. Hogy számon kell kérni őket, és nem csak a, megfolytom a dolgot, nem csak a politikusokat kell számon kérni, egyáltalán rájuk elbizonyítani, hanem egészen lemenve az utolsó közrendőrt is számon kell kérni. Mert amit ott tettek, azért az több volt annál, mint mi meg majd őt fogjuk számon kérni, ha nem ezt teszik. Ezzel a mentséggel kibújhatnának a rólad át, szót nem is kell ezt tenni. Ráadásul én azt gondolom, hogy a rendteremtés, hogy a jogosan igényeljük a rendet, és mitől a következő esztendők legfontosabb feladatait ezzel az egy szóval is össze lehetne foglalni, hogy rendet kell csinálni az országban, akkor az belülről kifelé lehet. Belülről kifelé a politikában, belül kell rendet csinálni a parlamentben, a kormányban, az intézményekben, hogy utána maga a politika rendet tudjon csinálni az országban, meg a rendőrségen belül kell rendet csinálni először, ahhoz, hogy utána a rendőrségnek legyen kellő hitelenek tekintélye, és aztán rendet tudjon csinálni az ország rendőrségen kívüli területén is. Mi lesz, jut eszembe egyébként, meg magunkba kéne rendet lenni a gondolatékban, meg a lelkünkbe, hogy aztán mi is elvárassuk másoktól, hogy hozzájáruljon az a rendhez, amit mi szeretnénk magunkat. Ah, hírek jönni befele, na. Mi lesz, ha nem lesz két adat, akkor mi lesz itt a jobb oldala? Hát nézzék! Ha nem lesz két adatunk, akkor is be fogjuk terjeszteni azokat a törvényeket, amelyekről az előtt beszéltem, úgy, ahogy szerintünk azok helyesek, és aztán várjuk a ellenzéki képviselők megfelelő számú támogató szavazatát, kicsit a lelkiismeretére, meg a választói szavára hallgatva dönts el, hogy támogatja ezeket a két adatos törvényeket, vagy nem. Senkivel, sem a szocikkal, sem a jobbikkal, semmilyen olyan kompromisszumot ezek érdekében nem fogunk kötni, amely kompromisszum nem az eredeti szándékra irányul, hogy amely kompromisszum többet árt, mint amit használ. És azt tudom mondani, hogy a jobbikkal kötendő ilyen típusú kompromisszumok, azok egészen biztosan önmagában is többet ártanak, mint amit használnak, mert csak egy dolgot gondoljuk végig, amit már említettem, a határon túli magyaroknak adandó állampolgárság kérdését. Mindenki nekünk fog esni a torkunknak. Tehát a szlovákok nyíltan a románok, nem, de egyébként a víz alatt rúgdosni fognak bennünket. A magyarországi úgynevezett balliberális értelmiségünk a maga kozmopolita beállítottságával és magyar gyűlöletével tisztelt kivételnek. Meg egyébként azok a nyugati országok is, akik nem szeretik a magyarkodás szint úgy, mint Horvira se szerette. Mindig össze fognak állni egy egységfrontba, hogy diplomáciáján keresztül, a közvélemény befolyásból, sajtón keresztül Magyarországot ettől elterítsék, ha nem lehet, akkor lejárasság és megfizetessék ennek az árát. Most azt gondolom, megint viszonylag egyszerű összefüggés, hogyha nekünk ehhez még a jobbik támogatása is kell, akkor ez természetesen nem a liberális lapokban mindössze, hanem mondjuk a német konzervatív lapokban is akként fog majd megjelenni, úgy fogják ezt majd interpretálni, úgy fognak róla írni, hogy a Fidesz kormány a szélső jobb oldal uszájába került, hogy egy régi rákosista szóval használja, vagy érzeketes, amit a problémát. Tehát nekünk a jobbik írja a kottát, fogják majd ezt írni. Mi meg azt szerint muzsikálunk. Ez szerintem ennek a erkölcsileg vállalható, nemzeti szempontból elengedhetetlen feladat megoldásának a környezetét rontja. A védelmét ennek a válaszpontnak nehezíti. És akkor még hozzáteszem, hogy még egy darabig azokkal a nagykövetekkel kell majd egyébként megvédenünk ezt az álláspontot, akikről az előbb beszéltem. Mert azért egy csapásra mindenkit ott sem lehet leváltani, mert holnap is kell valakinek majd Washingtonban, Londonban, Berlinben, meg itt ott amott képviselni a magyar érdekeket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy baj lenne, hogyha a jobbiknak a szabadatéra rászorulnánk. És az Izrael meg a magyar nem is fogunk rászorulni, hogy természetesen olyan kompromisszumot nem vagyok hajlandó senkivel sem kötni,
ami nem egyezik a szándékainkkal, céljainkkal, meg értékeinkkel. És hogyha még kétharmadhoz képest még a feles többség is problémát okozna, ami most lássuk a 11 nappal a választás előtt nem tűnik úgy, hogy ez egy reális veszély lenne, de ha mégis, akkor én már mondtam egyszer-kétszer, komolyan is gondolom, akkor én azt fogom képviselni, hogy adjuk vissza a tisztelt választópolgároknak a döntés újbóli lehetőségét. Tessenek meggondolni, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, ha a Fidesz nem elég jó, akkor másra tessék bízni az ország jövőjét. Ha meg mégiscsak mi vagyunk azok, akikből a legtöbb kinézhető, tehát most nem akarok ennél magunkra nézve hizelgőbb megfogalmazást használni, szóval adott gyönge választék mellett még mégis mi vagyunk a legkisebb rossz, akinek azért mégiscsak valamiféle tapasztalata már volt, önöknek is volt velünk tapasztalata, talán nem is annyira rossz, vagy legalábbis ha rossz is, másokkal még rosszabb tapasztalataik lehettek, tehát szegény ember vízzel főz, meg szegény országnak pláne. Tehát ha ez a helyzet, akkor vagy kapunk többséget, vagy nem, akkor mi nem tudjuk azt a feladatot megoldani, hogy két olyan pártnak kössünk koalíciót, amely pártnak a programja, a világképe, a stílusa, az tűz és víz a miénkhez képest. Azzal a pártra, amelyik tönkretett ezt az országot az elmúlt 8 évben minimum, azzal ugye végképp, erkölcsileg is vállalhatatlan, azzal a pártal, amelyik eddig még a hőbörgésen kívül azért sok mindent nem tett le az asztalra, azzal a pártal meg azért, mert hát amihez az hozzányúl a maszatos kezével, az utána már azonban nem lehet érintkezni. Akármilyen politikai témáról is van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a Fidesz nem akar koalíciót kötni, mert együtt működés képtelen. Próbálkoztunk már a Tordjánnal is, azért lássuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy ne legyen kompromisszumkészek. Végig csináltuk a 4 évet, úgyhogy közben azért kiszálltak néhány képviselőjével. Itt nem a kisgazdapártól van szó, melyiknek van egy olyan vezetője, vagy volt egy olyan vezetője, aki lehetett előre látni, hogy problémát fog okozni. Nem fog elmúlni konfliktus nélkül az a 4 év. Azt előre lehetett tudni, amikor megkötöttük a koalíciót, akkor is. De az a párt egy rendes polgári bázisra épülő párt volt, és nem is véletlenül tudtuk a Tordján nélkül is kihúzni a 4 évet, meg rendesen, tisztességesen be is fejezni. De sem a Jobbik, sem az MSZP mai állapotában egyszerűen nem alkalmas, nem úgy nem kormányképes, szerintem nem is szalonképes. Se az egyik, se a másik. Egy tisztességes parlamentben se az egyiknek, se a másiknak nem is lenne ott a helye. Ehhez képest ott lesznek, mert a magyar emberek egy jelentékeny része így fog dönteni. És ezt mi tiszteletben fogjuk tartani. De csak addig, hogy ott lesznek, aztán ezt tiszteletben tartjuk, de velük együttműködni nem fogunk. Akkor inkább lemondunk, aztán akkor válaszolunk az emberek. Azt döntsék el, hogy tulajdonképpen mit is akarnak az életükkel kezdeni. Csizek, Csaba, kérdésére könnyű, gyors választ tudok adni, közigazgatási államtitkárok lesznek. Bocsánat, igen, a bebetonozott káderek meg a szerződések, ugye Margitka csak a káderekről beszélt, az csak az egyik felel a problémának, de mostanság kötögettek az elmúlt hetekben, a hónapokban tavaly olyan szerződéseket, amelyek még 5 évig érvényesek lesznek, különböző ilyen polgári jogi szerződéseket, beszállítói szerződéseket, ez az megbízási szerződéseket, amelyeknek a fölmondása az érdekes pénzekhez van kötve. Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni, azt most nyersőre nem tudom megmondani konkrétan, mert ugye föl kéne ezeket gyorsan eltározni, aztán meg kell nézni, hogy mi az, amit vissza lehet nyugodtan dobni, aztán örüljön, hogy a szabadon elmehet az, aki azt meg aláírta, meg megkötötte, és nem lesz ebből nagyobb baja. De bizonyára lesznek olyan szerződések is, amiket egyébként jogszerűnek látszó módon kötöttek.